Ahol a hősöket nem felejtik, ott mindig lesznek újak. Ez az 1956-os emlékév egyik szlogenje. A fehérgyarmati rendezvényt és vetélkedőt a Szatmári Szellemiség háza szervezte. A megmérettetés célja a történelmi események felidézése, ismeretátadás annak érdekében, hogy az 1956-os forradalom emlékei ne vesszenek feledésbe. Szerettük volna Szatmárba feldolgozni ennek az egész 56 esemény sorozatnak a hátterét, résztvevőit még megszólaltatni lehet. A rendezvény sorozat célja és a programok célja egy ismeret átadás, egy ismeret terjesztés. Annak érdekében, hogy ez a forradalom ne oldódjon fel a nép emlékezetébe. A fehérgyarmati történelmi vetélkedőnek helyszín biztosító iskola vezetője azt mondta, a diákoknak azt is tudniuk kell, hogy elődeik mit tettek 1956-ban. Iskolák jogelődjének tanulói aktívan részt vettek az eseményekben. Nem csak a részt vettek, hanem a megtorlásról szóló dokumentumgyűjteményben azt található, hogy a szervezők között voltak találhatóak. Akkor még az intézményt úgy hívták, hogy közgazdasági gimnázium, ugye később vár majd ketté az iskola, de hát leginkább gimnáziumnak emlegették akkor is. Október 23-án az elsők között vettek részt a városi felvonuláson, élőkön a kollégistákban. A Kossuth téren Narga Margit diákunk szavalta el a nemzeti dal, a vers refrényét a tömeg a szavalóval együtt. A fehérgyarmati megmérettetésen 4 intézményből 6 csapat, összesen 18 diák mérte összetudását. A döntő Szamosújlakon lesz 2 hét múlva.